kill him. Dead rats don't squeak. You're so dangerous, aren't you? Saying scary things to little girls. Killing little boys and old people. A real hard man you are. More than anyone you know. You're wrong. I know a killer. A real killer. That's so? You'd be like a kitten to him. He'd kill you with his little finger. I'm a bit confused. Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Itt van nekünk Aria, és azt az elméletet, hogy ő arc nélküli lett, felejtsük el. Mert nem az. És mivel nem lett senki, ő még mindig Aria Stark. Az a lány, akinek van egy listája. Egy lista, ami azon emberek neveit tartalmazza, akiket meg akar ölni. Úgy tűnik, hogy a sorozatban ez már nem igazán fontos, de valamennyire mégis. Van 5 emberke, akik még mindig élnek, és Arya célpontjai. Ők Dondarrion, Melisandre, a Hegy, Cersei és Sandor Clegane. Biztosan feltűnt, hogy kihagytam egy nevet. Ser Ilyn Payne. Ő volt a királyi hóhér, aki lefejezte Eddard Starkot. Vele kezdődik minden. Ugyanis az ő karakterét alakító színész sajnos beteg lett. Annyira beteg lett, hogy nem volt képes folytatni a szereplést. A sorozat készítői azt mondták, hogy annyira jó színész volt, jogosan, hogy nem tudnának mást rakni a helyére, ezért egyszerűen kiírták. Ami nem csak azért szomorú, mert Arya listáján volt, de eredetileg ő az, aki Jaime-t kardforgatásra tanítja, Bronn helyett. Beric Dondarrion bűne a többiekhez képest apró, de ő azért van a listáján, mert eladta Gendryt, mint egy kiló húst. Amikor őt utoljára láttuk, Tormunddal együtt a keleti őrségben volt, amiről tudjuk, hogy elpusztult. De mivel konkrétan nem láttuk, hogy meghaltak, ezért mondhatjuk, hogy talán még életben van. Melisandre egy másik történet. Ő volt az, aki megvette Gendryt, hogy hazavigye játszani. Őt ezért akarja megölni. Jelenleg Volantisban van. A miértjét nem tudjuk, de azt mondta Varysnak, hogy vissza fog térni, ugyanis Westerosban kell meghalnia. És mivel gondolom nem királyvárba fog menni, ezért újra találkozni fog Aryával. A hegy már komplikáltabb kérdés. Technikailag halott, de ezt Arya nem tudja. Gyorsan reklámoznám egy kicsit saját magam. Arya történetéről csináltam már egy videót, abban minden kérdést megválaszolok. Ha érdekel, jobb felső sarok. Szóval őt azért akarja megölni, mert Harrenholban rengeteg polgárnak megkeserítette az életét. A könyvben viszont azért, mert elfogta őt. Igazából teljesen mindegy. Oberyn Martell már megölte, tehát a listájáról is kihúzhatjuk. De mint említettem, Arya ezt nem tudja. És akkor vegyük szemügyre a vérebet. Ő azért van a listáján, mert megölte Mikát, a hentes fiút. Kettejük kapcsolata különleges, ugyanis a könyvek alapján az történt, hogy Sandor megsebesült, meg minden, és élet-halál között volt. Arya ápolta őt, bekötötte a sebeit, etette, itatta, stb. Bravosba csak ezután ment el. A sorozatban ez úgy nézett ki, hogy miután rátalált a vérebre, aki olyan kínok között volt, hogy könyörgött neki, hogy ölje meg, nem tette meg. Arya otthagyta őt, mint egy darab kutyaszart. Meghalni. Tehát, amíg a könyvek alapján egyértelmű az, hogy Arya megkedvelte Sandort, és ezért felejtette el az imájába foglalni a nevét, addig a sorozatban pusztán annyi történt, hogy azt hitte, hogy halott. De nem. Meg nem mellesleg a véreb az egyetlen, akinek szemtől szembe megesküdött, hogy meg fogja ölni. Someday, I'm gonna put a sword through your eye and out the back of your skull. Az utolsó célpont Cersei. Az indok egyértelmű, az apja halála. Erről már csináltam egy külön videót, hogy Arya hogyan ölhetné meg, jobb felső sarok. És mindenképpen beszéljünk még a Freyekről. Arya nem volt tudatában annak, hogy kiárult el a bátyját meg az anyját. Tehát nem tudta, hogy a Freyek, és ezért nem is tudta őket megnevezni. De akkor minek gyilkolta le őket az első részben? Azért, mert a sorozatban látta, hogy az északi sereget lemészárolják,
és azt, amikor a bátyja testébe beleszúrt farkas fejjel kijönnek a várból. Tehát innen tudta meg, hogy a Freyek voltak. Ez azért történt meg, mert az élő holt Catelyn Tully pontosan tudta, hogy kik árulták el. De, mivel Lady Stoneheart nem kapott szerepet a sorozatban, ezért Arya végezte be azt, amit ő elkezdett. Összességében a lista biztosan létezik még és számít, hiszen azzal kezdődött az egész, hogy Arya királyvárba tart, hogy megölje Cersei-t, de aztán találkozott Melegpitével és visszafordult. Szerintem nem mondott le róla, csak elrakta későbbre. Melisandre azt mondta neki, "We will meet again." Most Volantisban van, de Westerosban fog meghalni. Ez szerintem több, mint véletlen. A vérek kapcsán továbbra is azt mondom, hogy 50-50. Ott hagyta meghalni, és azért nincs a listáján, mert azt hitte, hogy meghalt. Viszont, mivel Sandor barátunk az egész történet egyik legjobb karakterfejlődésén ment keresztül, meg ugye a Clegane testvérek párbajára vár mindenki, nem valószínű, hogy Arya meg fogja ölni. De nem is kizárt. Szerintetek kit fog megölni, és egyáltalán meg fog-e ölni bárkit? Ez a kérdésem. Köszönöm szépen a figyelmet. Ha tetszik, amit látsz, és tetszik, amit csinálok, kérlek, támogasd a csatornát Patreonon. Na luego vannem vin. Sziasztok! Once upon a time there was a man, a wandering soul, lost in the realm of our kingdom. They say he was a king who fought a great war. When the dragons came into our kingdom,